saját témájával kezdődő előadással, beszélgetéssel kezdjük a mai napot. Üdvözlöm is vendégeinket, Zubko Mária gyógypedagógus, családpolitikust, a Femine Fortis alelnökét, a Karisszimi Kuratórium tagját, és nem mellesleg három gyermekes családanyát, valamint Benede Attila, az EMI család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkárurat. A beszélgetést pedig Bévida Júlia vezeti, a Mahét Média család munkatársa. Én el szoktam játszani azzal a gondolattal, hogy elképzelem a településem lakosságát korcsoport szerinti elosztásban. A 65 fölöttieket, illetve a középgenerációt és a fiatalokat, illetve a gyerekeket. És előttem nagyon sokan vannak az úton, és mögöttem pedig nagyon kevesen. Ajánlom mindenkinek, hogy ezt játssza el otthon, a saját környezetében, ugyanis ez is rávilágít arra, hogy a fogyásunk az elég jól elindult, és hogyha nem teszünk semmit, akkor hamarosan nagy gondba kerülünk. Szlovákia a családtámogatás terén még alvó állapotban van. Talán itt még a politikusok a csodát várják. Magyarországon viszont elindult egy nagyon pozitív folyamat, ami gondolom komoly eredményeket is mutat már. Államtitkár urat arra kérném, hogy röviden az itt jelenlévő fiataloknak vázolja fel a magyar családpolitika alappilléreit. Nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Azért a bemutatásnál az elmaradt, de szerettem volna kiegészíteni, hogy négy gyermekem nekem is van, sőt van már egy unokám, és sőt jön már a második, úgyhogy ilyen szempontból a család az a legfontosabb az életben. Nagyon szomorú az, amivel szemben állunk, nem csak Szlovákiában, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Valóban az előttünk járók többen vannak, mint a mögöttünk jövők, és ez nem egészséges. Magyarországon is nagyon szomorú az, hogy 2010-ben ez a mostani kormány kezdte el a gondolkodást és aztán az intézkedést a népesedés problémáról, egyáltalán családtámogatásokról, annak ellenére, hogy a 80-as évek közepe óta ismert volt az a probléma, hogy elindult az a tendencia, hogy többen távoznak el, mint ahányan érkeznek ebbe a világba, ebbe az országba. A magyar kormány 2010-ben abba az irányba terelte a közgondolkodás és a filozófiát, hogy két fontos szempont kell, hogy legyen az ember életében. Az egyik az, hogy dolgozzon, munkaalapú társadalmat építsünk, a másik pedig az, hogy a család legyen a legerősebb építőköve a nemzet építményének. Ennek rendel mindent alá, és az elmúlt esztendőkben valóban nagyon sok olyan intézkedést sikerült hozni, ami azt reméljük, hogy a családokat segíti. Hogyha még a részletekbe nem belemenve azt nézzük, hogy mik azok, amikre igazán szükség van, akkor az egyrészt, hogy legyen az embernek munkája. 11% fölött volt a munkanélküliség, ma nem éri el a 4%-ot, tehát a munkahelyteremtés az nagyon fontos. A másik az, hogy legyen hol lakni. A családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők száma már 100 000 fölött van, 250 milliárd forintot fizettünk ki, és ez körülbelül 40 000 családot érint, és körülbelül ugyanilyen arányban, 100 000 családot érint, de 40 000 gyermeket vállaltak a családi otthonteremtési kedvezmény következtében a családok. És a harmadik az, hogy az ember az életével megtalálja az egyensúlyt a munka és a család között. Na most ez a legnehezebb feladat, főként a hölgyek, a nők, az édesanyák számára. Ebből a szempontból is igyekszünk olyan intézkedéseket hozni, ami a szabad döntést hozza meg. A kritikusaink sokszor mondják, hogy mi csak a nagy családba gondolkodunk, meg így, meg úgy, de ez nem igaz. A döntés lehetőségét szeretnénk megadni annak, aki otthon akar maradni a sok gyerekével, az tehesse meg ezt, és tudjon úgy is megélni. Annak, aki pedig akár vissza kívánkozik a munka világába, akár az életkörülményei olyanok, az azt is megtehesse. És az ehhez szükséges feltételeket a kormányzat biztosítsa. Úgyhogy nagy vonalakban ezek a legfontosabb gondolataink, komplexen, rugalmasan, célzottan próbálunk a családokra tekinteni, hogy egy gyors példát mondjuk, az egyszülős családok, akik 300 000-en vannak Magyarországon, azokra is külön
külön szabályokat próbálunk hozni, és hát nem utolsó sorban, ha már ezen gyönyörű helyen vagyunk, ugye a Családok évében elindult a Köldök Zsinór program, aminek keretében már az első két intézkedés, a babakötvény és az anyasági támogatás már a határon túli magyarok számára is igénybe vehető. Úgyhogy próbálunk ezekben az irányokban gondolkodni. Mutatkozik-e már a népszaporulat számaiban valami pozitív változás? Mielőtt az eredményekről beszélnek, egy fontos dolgot, hogy a költségvetés összeállításakor ugye a pénzügyérek, a fiskális és monetáris pénzpolitikában gondolkodók mindig költségvetéssel és költségigényűnek tekintenek minden olyat, amit be kell illeszteni. Mi a családtámogatást, a családoknak szánt pénzt, azt mindenképpen egy befektetésnek tekintjük. Befektetésnek a nemzet erősödésre és befektetésnek a jövőbe. Ebből a szempontból ez egy nagyon fontos szám, egy nagyon fontos adat, hogy az elmúlt 8-9 esztendőben megdupláztuk a családokra szánt forrást a költségvetésen belül. Sőt, most már a 2020-as költségvetés számait ismerve, ez már több, mint a duplája, mint ahogy 2010-ben átvettük, és ez a 4,6-4,8%-os családtámogatási arány, ami a GDP arányából a családoknak jut, az egész Európában vezető és egyedülálló. Ebben hiszünk, ebbe gondolkodunk, hogy ezzel tudjuk a családoknak a segítséget megadni. Növekedett a születésszám, amikor átvettük, akkor a teljes termékenységi arányszám 1,23 volt, most 1,5 környékén van, tehát egy 20%-ot sikerült ezen emelni. A házasságok száma 2016-17-18-ban 20 éves csúcsot döntött meg, a válások aránya nagy mértékben csökkent az abortuszok száma is, tehát azt gondolom, hogy komoly lépéseket tettünk előre, de szembe kell nézni azokkal a nehézségekkel is, hogy évről évre több tízezerrel kevesebb a fogamzó és így szülőképes nő aránya Magyarországon, tehát ha úgy tetszik, kevesebb édesanyának kell gondoskodni több gyerekről, hogy a nemzet fennmaradása az megmaradjon. Mielőtt átadnánk a szót Marikának, én még megkérdezem azt, hogy Európa hogy tekint erre a magyarországi családpolitikára, mert hozzánk olyan hangok jutottak el, hogy bizony eléggé pozitívan, szerencsére, követendő példaként állítják. Melyek azok az országok, amelyekhez Magyarországot ebben a tekintetben egyáltalán hasonlítani lehet? Az az érdekes helyzet, hogy Magyarországot nagyon sokan támadják az utóbbi esztendőkben. Az Európai Unióban éppen úgy, mint világszerte, legtöbb esetben igaztalanul és informáltság hiányában. Azonban az az örömteli tény, hogy még a politikai ellenfeleink, a liberálisok is Magyarországra, mint egy fénylő csillagra tekintenek a családtámogatások tekintetében. Jó néhány külföldi konferencián volt szerencsém Európában is, meg a tengeren túlon is részt venni az elmúlt hónapokban, és bizony megsüvegelnek bennünket. Tehát nem is értik pontosan az indítatást, de mindenképpen egy nagyon pozitív példának tekintik. Európában két olyan ország van, amelyik ilyen szempontból a magyarországos hasonlóan komolyan veszi a családtámogatásokat. Az egyik az Franciaország, ott is egy nagyon széles és már egy régebb múltra visszatekintő komplex családtámogatási rendszer van. A másik pedig Lengyelország, ami hát természetesen szövetségesünként is nagyon gyakran egyeztetés zajlik velük a különböző elemekről. És hát azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy az a fajta erősödés, ami a visegrádi négyek így Csehország és Szlovákia tekintetében is lezajlott az utóbbi időszakban, az nagyon pozitív. Tavaly első, ugye a 90-es évek eleje óta van a visegrádi országoknak ez a szövetsége, és tavaly első ízben került sor olyan miniszteri szintű egyeztetésre, ahol a családügyért felelős miniszterek jöttek el a magyar parlamentbe, és ott volt egy ilyen konferencia. Tehát ez a fajta gondolkodás, együttműködés, a jó gyakorlatoknak a figyelése is erősödött az utóbbi időben. Köszönöm szépen, és akkor Marika, hozzád fordulok. Hallottuk itt a magyarországi családpolitika céli kitűzéseit, és itt ámulunk és bámulunk mindketten, akik egy kicsit ebben a témában otthon vagyunk, hogy hozzánk, Magyarországhoz képest nálunk féle adhok intézkedések zajlanak ezen a területen. Tehát egy kicsit emeljük a gyest, adunk üdülési utalványt, adunk ingyenebédet, nagyjából ilyenekben
fogunk adni ingyen ebédet, mert ugye még a módszer nincs kidolgozva, pénz sincs rá igazándiból, de ígéret már van, közelednek a választások. Szóval ilyen hasonló mézes madzagokban még lesz részünk szerintem az utóbbi, a következő 1-2 hónapban biztosan. Azt kérdezném meg, hogy egyáltalán milyen szlovákiai családpolitikáról beszéltünk. Van egyáltalán? Nagyon nehéz a kérdés. Nincs. Az egyértelmű válaszom viszont ez, hogy nincs. Vannak ad hoc intézkedések, van egy aránylag jó sikerült családjogi törvény, ami 2005-ben készült el, akkor, amikor még nekünk is jobboldali kormányunk volt. Tartalmaz olyan kitételeket, amelyeket viszont a baloldali kormány mindenféle kormányrendelettel ellehetetlenített. Tehát nem tudjuk véghez vinni azt, amit ugyan jogilag lehetne, de mindenféle más módon akadályoznak benne. Gondolok itt főleg a gyermekvállalásra és a gyermektámogatási lehetőséget, a születéstámogatás, a gyermekvállalási támogatás és a gyermekek után járó juttatások. Ugyanis a törvény kimondja, hogy erre jog van, de az államnak kötelessége nincs. Márpedig ezt így megoldották mindjárt 2007-ben, amikor kormányváltás alakult ki Szlovákiában, 2006-ban alakult, de 2007-től nem működik. Annyira minimálisak azok a juttatások, amik a családokhoz eljutnak, hogy szinte nevetséges, mert 23 valamennyi euró egy gyermek utáni gyermektámogatási juttatás, az még arra sem elég, hogy a gyermeknek kifizessük az óvodai vagy az iskolai étkeztetését. És hol van a többi? A szülők, nálunk nagyon gyenge a gyermekvállalás. Illetve, hogy igazat mondjak, tényleg Szlovákiában pozitív irányban van a gyermekvállalás, csak nem biztos, hogy ezt az utat szerettük volna járni. Ha nézzük Nyugat-Szlovákiát, nagyon gyenge, Közép-Szlovákiában Gömörben véletlenül egész jó, és aztán megyünk Varannó és Szepesség, és az a környéken nagyon magas a gyermekvállalási kedv. Viszont nem biztos, hogy ez a jó út, mert az, hogy egy-egy családban 7-8-10 gyermek születik, az nem azt jelenti, hogy minőségileg ez az ország fejlődeni fog tudni. És ott, ahol megszülethetne, ott pedig sajnos az anyukák nem vállalnak, kerekperec megmondja, hogy ebben a világban én nem szülök. Nagyon sokat járok beszélgetni családokkal, sok felé jártam, hát Kistárkánytól Vezekényig körülbelül ez az út Dél-Szlovákiában, és amikor arról beszélek, hogy végig gondoljuk-e azt, hogy ugyan gazdasági és mindenféle okokra hivatkozva nem vállalunk gyereket, mindamellett a jövőnk a gyermek, és milyen jövőm van nekem, ha nincs mögöttem senki. Nekem nincs jövőm, már csak múltam lesz. És ezek nagyon nehéz dolgok. És amíg nem lesz valódi családpolitika, addig ez nem lesz járható. Egy dolog, amivel a 98-tól 2004-ig foglalkoztam nagyon behatóan, az a családpolitika és nemzetpolitika erősen köthető egymáshoz. A kettő egymás nélkül nem működik. És talán azért sincs itt nálunk nagyon nagy affinitás afelé, hogy családpolitikát csináljunk, mert akkor nemzetpolitikát is kellene. Még soha nem volt olyan kormányunk, amelyikben ne lett volna nemzetiségi torzsalkodás. Nekünk az a jó, hogyha az anyaország ránk figyel, és köszönjük azért a Köldökzsinór programot, az anyasági támogatást, az óvoda felújítást, a bölcsödék építését, mert legalább a mi nemzet részünk érez valamit abból, hogy van család, legyen család, és lesz, aki támogat minket. Marika, egy kérdést nem kerülhetünk meg, azt hiszem, hogy értékválság korát éljük, tehát az értékek teljesen más irányba tolódnak. Te is említetted, hogy ahol születhetne sok gyerek, ott se születik, ahol meg esetleg kevesebb is elég volna, ott viszont születik. Hogy lehet a fiatalokat csúnya kifejezéssel élve egy kicsit visszaterelni a természet normális rendjébe, útjára? Tehát, hogy a gyerekvállalás a fiataloknak a kiváltsága, tehát nem 40 éves kor körül kell
gondolkozni azon, hogy esetleg azt az egy szem gyereket vállalom-e, vagy se, hanem sokkal korábban, akár a karriert kicsit háttérbe szorítva. Hogy látod te ezt? Lehet ezt valamilyen módon kicsit változtatni? Családbarát munkahelyekkel, családbarát környezettel, családbarát törvényekkel. Amikor érdekelté tennénk abban a családot, hogy gyermeket vállaljon. Lehetne, sőt, jó példákkal tudunk is érvelni. Természetes, hogy az én harmadik gyermekem is 30 éves, tehát nem tudok azzal érvelni, hogy milyen volt, miért vállaltam. Annak ellenére, hogy értelmiségi pár vagyunk már a régi értelemben. Férjem is, jó magam is pedagógiai pályáról indultunk, aztán én egy kis varga betűt vettem, és inkább a szociális és családpolitika felé hajlottam, és három gyereket simán felneveltünk. És jó sikerült gyerekek, büszkék vagyunk rájuk, viszont azt is el kell mondanom, hogy olyan helyzetbe kerül a környezetem, hogy nem csak, hogy nem tudnak, nem is akarnak gyermeket vállalni. Nem akarnak, mert valahol ez a szlovákiai társadalom más értékeket kezdett előtérbe helyezni. A pénz, a hatalom, az erő, legyen először munkahelyem, aztán legyen házam, lakásom, aztán legyen autóm, aztán még nyaraljak is, és aztán 40 éves vagyok, és most már minek? Holott mindez együtt is működhet. És amikor itt szétnézek, mikor jöttem ide, és azt a sok aranyos csemetét látom, és azt a sok szép családot, akkor úgy melengeti a szívemet, hogy azért vannak vidékek, ahol ez működik. Csak nem mindenhol. És kevés. Tehát ahhoz, hogy biztonsággal tudjanak a családok létezni, ahhoz biztonság kell. Jogi, és emberi, és odafigyelés. Mondod a biztonságot, említed azért néhány fiatal szülés előtt álló, családalapítás előtt álló fiatal ül a nézők között. Mindenképpen ugye említsük meg ezt a legutóbbi intézkedést, ami 30 ezer eurós ifjúházas kölcsönt ígér azoknak, akik tehát fiatalon összeházasodnak, és aztán egy éven belül ezt igényelhetik. Van egy ismerősöm 4 kisgyerekkel, és mindig azt mondja, hogy ha Magyarországon élnénk, már rég a sajátunkban laknánk, és már rég lenne egy nagy autónk végre. Milyen kár, hogy nem ott élünk. Kérdésem, 30 ezer euró mire elég, mire motivál ma egy családalapítás előtt álló fiatal párt? Hát attól függ, hogy hol él. Amennyiben Gömörben, abból akár egy kis parasztházat is vesz magának. Amennyiben a csaló közben, talán egy fél szobára jut neki. Tehát ez a 30 ezer euró, ez egy alamizsna. Ez alaptőke esetleg ahhoz, hogy még másik 100 vagy 120 ezer vagy 150 ezer eurós kölcsönt felvegyen, amit viszont már kommersz feltételek mellett kap meg, és bizony kemény százalékokat fizet utána. Tehát ez nem támogatás. Nem támogatás az ingyen étkeztetés, hiszen semmi feltétele nincs megteremtve. Nekünk ez a populista kormányunk hozza az intézkedéseket, és nem ad hozzá pénzt, egy fillért sem. Engedtessék meg nekem, hogy egy óvodáról beszéljek, ahol eddig 120 gyerek volt, most a kötelező óvodalátogatás véget, ez egy nógrádi település, 157 gyereket kell elhelyezni, ugyanabban az óvodában, ahol eddig is teltház működött. De volt nekik egy kis tornatermük, volt a nagy csoportosaknak külön felkészítő helyiségük, mindent, ami pozitívum volt, megszüntetnek, hogy azt a 37 gyermeket, amik soha közösségben nem élt, be tudják fogadni 5 évesen, és kérdés az, hogy mi lesz ebből az óvodából, még ezek a gyerekek megtanulnak közösségben létezni. Jó, hogy azt szeretnénk, hogy közösségben létezzenek, jó, hogy azt szeretnénk, hogy ugyanúgy éljenek, ahogy a többi gyerek, hogy ugyanazok a feltételek legyenek nekik. De szerintem nem 5 éves korban, mert 5 éves korra kialakul náluk egy rossz minta, egy rossz család minta, és aztán nagyon nehéz őket.
Persze ezek a kötelező 5 éves iskola vagy óvodalátogatások nem okoznak a Mátyusföldön gondot, vagy Csaló közben, ahol elvétve akad olyan problémás család, viszont Gömörben és Szepességben óriási gondot. És mindehhez az állam egy fillér juttatást nem ad. Tehát a községek a saját költségeikkel, hogy megteremtsék a feltételeket. Ahol volt 120 ágy, most 157 ágy kell. Miből? Ezt mondom, hogy nagyon populista a kormányunk, gyönyörű intézkedéseket hoz, semmi pénzt hozzá nem ad. Ingyen étkeztetés? Fillér nélkül. 400 ebédet főznek egy nagy iskolán, eddig annyit tudtak. Most 680 kellene, sem kapacitás, sem personális, sem anyagi feltétele, sem helybeli feltétele nincs. Így is 3 műszakban jártok a gyerekek ebédre. Tehát az alsósok, aztán az 5-6, és akkor a felső tagozat, tehát mentek a 4., az 5., a 6. óra után, hogy mindenki jól lakjon. No, de most akkor mikor kezdjük az ebédosztást? 10 órai helyett ebédet, addigra főzzük meg, és akkor már délután 2-re nagyon minőségi lesz az a kaja. Vagy építsünk hozzá még egyet, még egy helységet. Mert ezek nagyon szép intézkedések papíron. Tökéletes. Az élet viszont nem erről szól. Tehát először az infrastruktúrát teremtsük meg, és aztán kezdjünk el gondolkodni ilyen jellegű dolgokban. Ezért mondtam az elején, hogy nálunk koncepció nincs. Sajnos még mindig azt tudom mondani, hogy nincs. Ugye, nálunk koncepció nincs, Magyarországon viszont van, ahonnét lehetne lesni, vagy példát meríteni. Mi várjuk a mi politikusainkat, hogy mikor állnak elő végre valami elfogadható koncepcióval, amit Marika is említett, csak nálunk a hány kormány annyi koncepció, annyi új intézkedés, amit a következő kormány azonnal ugye a kosárba dob. Helyettes államtitkár úrtól azt kérdezném, hogy még a magyar kormány tervez-e a jövőben még valami szovább szélesíteni ezt a családsegítő politikát, illetve a programot? Várható esetleg valami, és ami a legfontosabb kérdésem, sok fiatal kérdezi tőlünk, hogy Magyarország nem terjeszti-e ki még jobban a határon túlra ezt a családpolitikát? Intézkedéseinket a leginkább egy fához szoktuk hasonlítani, amelyik 2010 óta minden évben egy új ágat, egy hajt, amelyiknek új levelei, gyümölcsei, termései vannak. Eddig ez minden esztendőben így volt. 2019-nek is megvan a maga gyümölcs sora, hiszen a családvédelmi akcióterv, amelyet miniszterelnök úr az évértékelő jelentett be, most június-júliusban a 4 intézkedés is július 1-ével lépett hatályba és indult el. Tehát évről évre igyekszünk szélesíteni a családtámogatási eszközparkot. Egész egyszerűen, amint ezt mondtam is, nem egy költségvetésnek, és nem költségnek tekintjük a családtámogatásokat, hanem befektetésnek, és ilyen szempontból a befektetéseket azokat igyekszik az ember is, a család is, és ilyen szempontból a kormány is növelni. Hogy az elhangzottakra is egy picikét reagáljak, hogy reflektáljak. Ugye 2011-ben azt hiszem bevezettük a kötelező óvodáztatást 3 éves kortól. Pontosan azért, hogy azok a szociális és kulturális különbségek a gyerekeknél, azok kiküszöbölhetőek legyenek. És meg kell mondjam, hogy 97%, 98% körüli az óvodába járás. Tehát ez egy nagyon sikeres program. A szociális szféra az némiképpen elkülönül a családtámogatásoktól, természetesen összefügg vele, de azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy 2010 óta a családtámogatások csak nem minden esetben munkához vagy biztosítotti jogviszonyhoz kötöttek. Tehát pontosan, ami el is hangzott, nagyon-nagyon támogatjuk a gyermekvállalást, minden gyermeknek örülünk, de a felelősségteljes gyerekvállalás az, ami nyilvánvalóan a családnak és az országnak a segítségre és a hasznára válhat. Ugye azt tisztán tudjuk, hogy az Magyarország állami határain túl különbözőek a lehetőségek és különbözőek a nehézségek is. Ha egyetlen egy példát veszünk, amiről
Azért mindig szó van, hogy a kettős állampolgárság kérdése. Vannak országok, ahol ez lehetséges, sajnos Szlovákiában mindez idáig nem, de hát, hogyha majd ez is változni fog. És ez mondjuk nem könnyíti a határokon túli családtámogatási eszközöknek az igénybevételét, illetve annak a lehetőségét. A Köldök Zsinór program nem egy intézkedés volt, hanem ezek intézkedések, ahogy el is hangzott. Valóban igyekszünk segíteni abban a határon túli magyarságnak, hogy a szülőföldjén legyen képes boldogulni, legyen ott óvoda, legyen ott bölcsőde, ott tudja a munka és a család élet egyensúlyát megtenni. Hogy mikor és milyen módon lehet ezt szélesíteni, erre én most nem tudok válaszolni, de azt hiszem, hogy azért az érzékelhető, hogy kellő figyelemmel és felelősséggel gondolkodunk minden határon túl élő honfitársunkról. Rögtön reagálok is az helyettes államtitkár úr szavaira, Marika, visszatérek újra az óvodához. Ugye ő is említette, hogy 3 éves kortól vezették be ezt az intézkedést. Most úgy látod, hogy nálunk is ez sokat segíthetne, hogyha időben, tehát amikor a gyerek úgymond óvodai érett, akkor kezdene járni óvodába. Természetesen erre céloztam, hogy elég időben kell elkezdeni a gyermekek szocializációját, mindannyiunkét. Tehát mi a saját családunkban a gyerekeket jó példával neveljük. Szóval nem lehet nevelni. Beszéddel, példabeszéddel sem lehet a kisgyereket nevelni. A kisgyereket jó példával lehet az én viselkedésemmel, az én modellemmel, a család modellel, és aztán az óvodai modellel, ott, ahol az óvodai közösségben megtanulja pici korától, 3 éves korától azt, hogy társaim vannak, hogy szólok hozzájuk, hogy válaszolok, hogy étkezésnél hogy viselkedem, hogy viselkedem a sétán. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tétele van ennek, ami a 3 éves korban tökéletesen rásegítene arra, hogy a gyerekek 6 éves korban iskolaérettek legyenek. Nagyon jó dolog az, hogy a mi szociális rendszerünk is rásegített, hogy legyen 0. osztály az oktatási rendszerben. Ez a 0. osztály miről szól? Arról, hogy az addig sehova nem járt gyerek, óvodai közegben sem mozgó gyerek, megtanuljon szocializálódni az iskolában. Nem ez az út. Az út az ott a kicsinél. Nagyon fontosnak tartom elmondani még, hogy elindult egy folyamat, amit a Bél Mátyás Egyetem kezdeményezett, ahol is leghamarabb kezdték el a szociális munkásokat képezni, és ők a úgynevezett családkonduktorokat, vagy szociális konduktorokat kezdtek nevelni, csak azért, hogy azt a társadalmi réteget, amelyik leszakadóban van, azt fölkarolják. Azok a konduktorok fognak a közösségekbe járni, a családokba járni, segíteni a családot, a szülőt arra, hogy hogyan nevelje a gyermekeket. Hogy elindult egy oktatási program, amely rásegít arra, hogy a gyermek tudja, hogy van háztartási munka, hogy a fiúnak is van része benne, a lánynak is van, és az iskolákban ilyen minta iskolákat létesítenek. Nagyon hamar kezdtek érdeklődni utána iránta a szülők, és nagyon sok szülő abba az iskolába akarja járatni a gyermekét, ahol ilyen irányultságú nevelés folyik. És oktatáson túli, de értelmes, jól elfoglal a gyerekek. Én Fülekről jöttem, hát Füleknek a lakossági összetétele körülbelül 30% szlovák, 50% magyar, és aztán van 20% magyar ajkú, és most úgy kell mondanom, hogy roma és cigány. Ezen szoktunk szórakozni, és ez a családokra is jellemző, hogy vannak a csak nem 200 éve ott élő cigány családok, ahol van 2-3 gyerek, rendezett körülmények, és ők kikérik maguknak, hogy őket romáknak nevezzék. Mert a roma az, aki nem képes alkalmazkodni. És ők ezt így óhajtják, és így is kérik. Ők nem jelölik be, hogy ők roma nemzetiségűek. Ők magyar nemzetiségűeknek vallják magukat, cigány származással. Tehát ezek azok a momentumok, amit mi jól ki tudnánk használni, hogyha lenne bennünk affinitás az iránt, hogy kihasználjuk. De mennyivel könnyebb így a zavarosban halászni? Ez a mi kormányunk, és tudom, hogy veszik, és lehet, hogy meghurcolnak ért, ez a mi kormányunk mindenért van, csak nem értünk emberekért. Amit jó példának
idézőjelben elcsentek Magyarországról, az az üdülési támogatás. Családtámogatási formában lehetne, mindenki kaphatja, ugye idős, fiatal gyerek, csak a család szó nem a hagyományos értelembe vett család ebben az esetben. Nyugodtan a szomszédasszonnyal összeáll, a szomszéd úr egyiknek is van egy gyereke, másiknak is elmennek együtt üdülni. Igen, minden, jár az üdülési csekk, megkapják. És ha hazajönnek, és utána szintén nem élnek tovább együtt, semmi, nem család, de valahol prezentáltak magukat családként. Mert oda négyen jelentek meg. Nem figyelünk arra oda, hogy a családot a hagyományos család értelembe, tehát apa, anya, gyerekek és házasság kötéshez kéne kötni. Mert az együttélési forma, átmeneti forma. Gyermeknek biztonságot nem ad. Semmilyen biztonságot. Jó példa, házasságban is, a házasság is ugyanúgy tönkre mehet, családi kapcsolat is, bármilyen kapcsolat tönkre mehet. De erősebb a kötődés ott, ahol valamilyen formában meg kell oldani, és meg akarjuk oldani a gondokat. Még egy pillanatig a Köldökzsinór programhoz, ugyanis ez egy nagyszerű dolog. Egyetlen egy gondunk volt, és még talán van is vele, hogy nem annyira egyszerű hozzájutni. Tehát nálunk itt a felvidéken igazán van egy réteg, akik magyar igazolványt soha nem igényeltek. A szülők úgy gondolták, hogy minek, és eljutottak a fiatal házasok, és magyar igazolvány kell ahhoz, hogy ezt kérvényezhesse. Na és ez a folyamat, ez a hosszasabb folyamat. De jó. Mert egyszerre csak felfedeztük, hogy tartozunk egy nemzethez. Tehát ez a pozitívuma. Ha lassabb is a folyamat, van pozitívuma. Mátyusföldön pedig a Megbecsültek Társasága dolgozik egy gólyahír programmal, ahol is az ott született gyerekeknek egy ilyen kis csomagot készítenek, emléklapot adnak, és befogadják a nemzet tagjává. Ez a lényeg. Erre kell odafigyelni, hogy hangsúlyozzuk, hogy mi egy nemzet vagyunk, nem kis nemzetiségi kisebbség, én se kisebb, se kevesebb nem vagyok a másiknál. Tehát ezt mindig kikérem magamnak, hogy én magyar nemzet tagja vagyok, és nincs más. Tehát erre kell odafigyelni, és úgy tudunk rájuk segíteni. Ezt a Megbecsültek Társaságának elnökével beszélgettem róla, és azt mondta, hogy semmi arra, hogy ezt ne próbáljuk meg mindenféle civil kezdeményezésen keresztül az egész déli részen végig. Tehát nem csak Mátyusföldön, de Csallóközben, hanem tovább is vinni. Ipoly mentére, Nógrád, Gömör, egészen Királyhelmeszet, Bodrogközig eljutni vele. Hát, hogyha jól értem szavaidat, akkor ezt magunknak kell kibulizni, magunknak, hogy kiterjesszük az egész felvidékre. Igen. Ha senki nem csinálja meg helyettem, megcsinálom én. Ez így működjön. Mindig is így működött. Hogyha visszagondolunk, itt ülnénk mi, hogyha nem lettek volna olyan emberek, akik, mivel nem akarta senki más, odaálltak és megcsináltak. Én 68-ban 15 éves voltam. Én 68-ra igencsak aktívan emlékszem. És emlékszem egy dukazólyomi Árpádra, meghatódom. Elnézést. Egy olyan nagyság volt, akire csak földézni lehetett. És ő megalapozta bennünk, akik akkor itt voltunk, megalapozta bennünk azt, hogy ezek maradjunk. A család támogatáshoz tartozik az is, hogy a családhoz nagyszülők is ugye tartoznak, és a magyar kormány egyik intézkedése épp a nagyszülői gyed volt. De ezzel kapcsolatban fölmerül ugye még egy dolog, hogy a nők késői nyugdíjazása két dolgot szokott lehetetlenné tenni. Az első ugye, hogy az unokáinkkal nem tudunk lenni, mert dolgoznunk kell, a másik pedig, hogy idősödő szüleinket nem tudjuk ápolni, ezért fizetünk másoknak, hogy ápolják, vagy legrosszabb esetben valamilyen otthonba kerülnek. A demográfiai statisztikák kegyetlenek ebből a tekintetből, ebben a tekintetben is tudjuk, hogy nagyon nagy az elöregedés, tehát ez a probléma be fog gyűrűzni, ez a probléma kulminálódni fog nagyon rövid időn belül. A kérdésem az lenne, hogy a magyar kormány tervez-e valamit ezen a téren is, tehát hogy esetleg az 50-es, 60-as éveikben járó, de még dolgozni kényszerülő nők
a gyeden kívül, vagy bármin kívül, szóval igénybe tudnák-e venni esetleg olyanféle támogatást, ami a szülők ellátását segíteni, pont ezért, hogy a méltó öregkor biztosítva legyen az időseknek. Először még az elhangzottakra egy röviden hadd reagáljak, tehát itt az anyasági támogatás és a babakötvény esetében azt úgy hoztuk azt a jogszabályt, hogy van egy úgynevezett párhuzamos eljárás. Lehet, hogy időben egy picit kitolódik, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, aki az anyasági támogatást vagy a babakötvényt igényli, az párhuzamosan azokban az országokban, ahol van kettős állampolgárság, ott állampolgársági, ahol pedig nincs ott a magyar igazolvány a jogosultságra való eljárás is elindul. Tehát ilyen értelemben valóban nem csak a támogatást kapja meg az illető, és hogyha a szülők ezt elmulasztották, akkor ebbe a korba érkező gyermekek számára valóban megnyílik nem csak a lehetőség, hanem maga a folyamat is, hogy az állampolgárság, illetve a magyar igazolvány meglegyen. A nők helyzetére és a nagyszülőkkel kapcsolatosan, ugye sajnos a szocialista, kommunista időszak szétverte a három generációs családmodellt. Tehát egész egyszerűen a kommunikáció, a lakótelepek kialakítása, mind-mind egyáltalán a munkavállalásnak a lehetősége, mind-mind olyan volt, ami nem tette lehetővé azt, hogy ez a fajta teljesen életképes és életszerű dolog, hogy a nagyszülők aktívan részt vesznek az unokáknak a nevelésében és gondozásában, az nem volt lehetséges. Talán falun még inkább, de ugye onnan meg olyan nagy volt az elvándorlás, hogy ott meg azért nem. Éppen ezért született egyfelől az intézkedés, ami a nők 40, azaz a nagymama nyugdíj, amit bevezettünk. Talán az egyik legnépszerűbb intézkedés, 200 ezer főnél tart már, azt hiszem, hogy ezt igénybevevők száma. Azoknak a nőknek, akik 40 évet töltöttek a munkaerőpiacon, azok akárha koruknál fogva még nem is lennének nyugdíjjogosultak, elmehetnek nyugdíjba. Azért nevezzük ezt nagymama nyugdíjnak, hogyha elmennek nyugdíjba, akkor éppenséggel az unokák felvigyázásában tudnak segíteni, de ha úgy adódik, akkor pedig természetesen az még idősebb szülők gondozásába tudnak részt venni. A másik, ami egy nagyon-nagyon friss intézkedés, ami január 1-én fog hatályba lépni, tehát 2020. január 1-én, ez a nagyszülői gyed, ami a családvédelmi akcióterv része, azon nagyszülők, akik még dolgoznak, még nem nyugdíjas korúak, de viszont a szülők, mármint az éppen születő kisgyermekek szülei, valamilyen oknál fogva dolgoznak, vagy dolgozni akarnak, vagy dolgozni kényszerülnek, akkor januártól a nagyszülő is elmehet gyedre, tehát ő is ugyanúgy megkapja azt a támogatást a gyed alapján, amit egyébként a szülő kaphatna, a saját fizetése alapján, biztosítotti időszaknak számít, tehát próbáljuk támogatni és segíteni azt, hogy valóban ez a fajta három generáció, legalább három generáció együttélése, egymásra utaltsága és segítő lehetőségei azok szélesedjenek. Tehát akkor az idős gondozás az még nincs napi renden, tehát esetleg majd az idős szülők gondozása, hogyha oda kerül valaki, hogy rákényszerül arra, hogy otthon maradjon a szülejét ápolni, vagy ilyesmi, ott esetleg majd a jövőben lesz valami. Ugye az alaptörvényben is rögzítve vannak olyan fontos elemek, mint a család, a házasság, vagy éppenséggel a szülőtartás kötelezettsége. Tehát ilyen szempontból igenis a gyermeknek gondoskodni kell az elidősödött, vagy éppen részben, vagy teljességében önellátásra képtelen szülőkről. Ehhez különböző típusú támogatások vannak a mai napon is. Most is szélesítettük az otthon gondozás lehetőségét január 1-től. Tehát azért vannak már most is ilyenek, és hát ezek az intézkedések, amiről beszéltem, főként a nők 40, ez lehetővé teszi. Tehát erről természetesen gondolkodunk és gondolunk is erre. És különösen figyelembe kell azt venni, hogy az előre számítások alapján Magyarországon 2050-2060 magasságára a társadalomnak legalább az egyharmada 65 év fölötti, és ilyen értelemben teljességében vagy részben önellátásra képtelen lesz. Tehát erre fel kell készülni a szociális ellátórendszernek, az egészségügyi ellátórendszernek, és hát legfőképpen a családoknak. Ugye Szlovákia a leggyorsabban előregedő országok egyike Európában, ahogy én olvastam egy statisztikát, szóval itt is gyűrűzik a probléma. Marika, kérdezem tőled, hogy te milyen megoldásokat látsz ebben a jövőre nézve, hogy fogunk tudni gondoskodni az idős emberekről? Nagyon nehéz kérdés.
nagyon gyorsan öregszik a társadalmunk, sok, tehát mivel kevés gyermek születik, ezért mi csak azt sem mondhatjuk, hogy a társadalmi, a gyerekek majd fogják a szülőket ápolni. És ott, ahol egyáltalán nem születik, ott nincs is esély rá, hogy valaki törődjön. Tehát azért van az, hogy nagyon sok nyugdíjas otthon, szociális gondozó, nyugdíjas napközi létesül, készül, mert nem tudjuk ellátni. Az ellátó rendszerben egyetlen egy kitétel van, az olyan idős, beteg embert, aki képtelen önmagát ellátni, családtagja elláthatja, és ezért jogosult támogatásra. Ez a támogatás eddig egy elenyésző kis összeg volt, most ugye jön a választás, mekkora csoda, a minimálbér tiszta összegére emelték föl július 1-től a támogatást, amihez nem nyúltak az elmúlt 13 évben, ezt most egyszerűen meg lehetett oldani egy tolvonással. Tehát ez az, ahol a családtagok viszont kötik ahhoz, hogy csak családtag, közvetlen családtag, tehát gyermek, unoka, unokavő, unokameny, tehát gyermek vagy menny, tehát így a közvetlen legközelebbi család az, amelyik gondozhatja, és ez most 420 euró tiszta pénzről beszélek, tehát, és nem beszélve arról, hogy mindenki, aki ilyen ápolási díjban részesül, eleve a munkaügyi hivatal evidálja őt, mint nem munkakerülőt, hanem igenis, mint munkába járó embert. Tehát fizetik utána az egészségbiztosítást és a társadalombiztosítást is. Ez egy új fejlemény. Ezt most szerintem nagyon jól jártunk azzal, hogy esik nagyon a kormány népszerűsége, és gyorsan kellett valamit csinálni. A családok jártak jól. De hogy szisztematikusan, rendszerszerűen nem oldják a dolgot, ez tény. És ezt rendszerezni kellene. Köszönöm szépen. Az időnk lassan lejár, amit erre a beszélgetésre szántunk, de azért néhány kérdésre még marad idő, úgyhogy a fiatalokat kérném, hogy nyugodtan tegyék fel a kérdéseiket, amennyiben van. Haják Szabó Mária vagyok. A magyar kormány ezért a családpolitikai intézkedés sorozatért kapott hideget, meleget. Tehát nem csak meleget, ahogy Julika említette, szerintem hideget is. De mindezt félretélve, ez volt az egyik megjegyzésem. A kérdésem viszont az, hogy van-e valamilyen számítás arra vonatkozóan, hogy a konkrét eredmények mikor láthatók ezen intézkedések nyomán. Ugye nagyon sokszor olvassuk az ellenzéki sajtóban, hogy mégis fogy a magyar, még sincs trendforduló, csak nagyon apró változások vannak, de hát azt minden épesző ember látja, hogy ezekben az ügyekben, tehát hosszú időnek kell eltelni a változáshoz, de mennyinek? Tehát erre vonatkozóan vannak-e valamilyen számítások vagy adatok? Azt hiszem, hogy a kétkedőket meg kellett már, vagy meg kellene, ha jó hiszemű meggyőzzék azok az adatok, amik az elmúlt években kijöttek. Tehát amit említettem, a születésszám, a házasságok tekintetében. Azért ez mégiscsak, hogyha ilyen mértékben növekszik a házasságkötéseknek a száma, az valahol a jövőbe vetett hit, remény, bizalomnak a kérdése. A demográfiában, népesedés politikában egy-két év az nem sokat számít. 5-10 év a futamidő, amire legalábbis, de igazság szerint egy generáció. És az, amit szintén említettem, tehát egy sajnos a jelenlegi magyar korfa olyan, hogy szűkül évről évre a fogamzógépes nőknek az aránya. Tehát így egy olyan fajta trendváltozást produkálni, hogy nem csak csökkenjen a népességfogyásnak a mértéke, hanem emelkedővé váljon, ez egy hosszú idő. Ez egy nagyon hosszú idő. A kormányzat stratégiailag a 2030-at tűzte ki, hogy addigra kellene elérni azt a bizonyos 2,1-es termékenységi mutatót, ami az önfenntartáshoz elegendő. Ez sem lesz egy könnyű feladat. Minden erővel azon vagyunk, hogy ez teljesülhessen. De egyébként azt látjuk, hogy persze mindig vannak hideg hangok is, meg vannak, akiknek ez a kötelességük, mert ilyen-olyan okokból így élik az életüket, de összességében erre nem lehet negatívan tekinteni, amit a magyar kormány családpolitika tekintetében az elmúlt esztendőkben vitt.
előző beszélgetésben valahol elhangzott, hogy amennyiben 2030-ra teljesül ez a 2,1-es mutató, akkor is várhatóan Magyarország lakossága ilyen 7 millió fő körül lesz. Nem tudom, hogy ez honnan származik ez az adat. Többféle előre számítási algoritmus van. Valóban vannak olyanok, amik 7 és 7 millió alá is számolják 2060-ra a magyar lakosságot, tehát 2030-ra nem. Ha sikerül elérni, vagy megközelíteni ezt a 2,1-es arányszámot, akkor a mi számításaink szerint ez nem lesz ilyen nagy mértékű. Egy darabig biztosan fogyni fog még, tehát mint a tartályhajó a tengeren, a fékezési vagy kanyarulási idő az 2 kilométer, tehát van ennek egy kifutása. De az optimista előre számítások 8,5-9 milliós magyarsággal számolnak. Jó lenne a 9 millió fölött tartani a lélekszámot, mi úgy gondolkodunk, ahhoz természetesen ennek sikerülnie kellene. 2018 Magyarországon a családok éve volt, ugye megemlítődött a Köldögzsinóra program is, de a legfontosabb eleme ennek nem csak a jogalkotás és a több mint 1500 program volt, amit szerveztünk vagy részt vettünk, hanem az, hogy Magyarországon mindenki tudta, hogy 2018 a családok éve. Egyáltalán a családokról van szó, nem csak az emberek között, nem csak a támogatások között, hanem a politika érdeklődésének a homlokterébe is bekerült, és ez egy nagyon nagy egy eredmény. Tehát, hogy ezekről a dolgokról egyáltalán beszélünk, ez nagyon fontos. Az, amit tetszett mondani, maximálisan így van. Látjuk azt, Budapest agglomerációjában különféle típusú települések vannak, nagyon sokan élnek ott. És látjuk azt, hogy vannak olyan települések, ahol az országos átlagnak kb. Megfelelő a gyermekvállalási kedv, és látunk olyan településeket, ahol gyakorlatilag minden fiatalnak 4-5 vagy még több gyereke is van, valóban hatnak egymásra a fiatalok. Tehát ahol az a trendi, hogy sok gyerek legyen, látják azt az életformát annak minden örömével, humorával, persze nehézségével együtt is, ott könnyebben mennek rá, és hát ezt látják, akkor ez terjed. És hát vannak ott, ahol az a fajta attitűd jellemző, hogy amit elhangzott korábban, hogy a karrier, stb., aztán majd később, ott meg ez nem. Tehát nagyon fontos az, hogy és ezt mi nem tudjuk megmondani se a minisztériumban, se én, mint nagyapa, se itt az asztalnál ülök. A fiataloknak kell kialakítani azt a fajta belső kommunikációt, ahol ezek a dolgok valóban szóba tudnak kerülni. Nehéz feladat. Talán a legnehezebb feladat, amire vállalkozni kell, de mégis azt a fajta értéket, meg egyáltalán a jövőt, a reményt csak az adhatja meg, hogyha Magyarországon a kutatások szerint minden családba 2,5 gyereket szánnának a fiatalok. Szeretnének átlagosan. Ehhez képest születik másfél. Tehát egy gyerekkel kevesebb születik meg, mint amennyit egyébként a fiatalok szeretnének. Ha azt megtaláljuk, hogy mi az oka ennek, és ezt megoldjuk, akkor tulajdonképpen helyreáll a népesedési kedv. Egy érdekes statisztikai adat jutott a birtokomba 2 nappal ezelőtt, még igazán publikálva nem volt. A Szlovák Szociális Minisztériumnak a adatbázisából, hogy míg 30 évvel ezelőtt, mikor önállósult, nem egész 30 éve, tehát végül is 89 utáni időszakról beszélünk, tehát akkor Szlovákia lakossága nem volt még 5 millió sem, 4,8 egy pici, és most pedig közelítjük az 5,3-at, és közben igazán arról beszélünk, hogy nincs elég szaporulat. Tehát ez valahol arról szól, hogy rossz a szociálpolitikánk. Azt támogatjuk, amit nem kellene. És ezt én bátran kimerem mondani. És azt, amit kellene, arra nem jut pénz. Ez így nem működik. Egy kvázi zárszót azért hadd mondjak. Ugye itt most családpolitikáról, főként a két ország összehasonlításáról beszéltünk, de azért nem lehet megkerülni azt a történelmi helyzetet, amiben vagyunk, és a következő évtizedekben is leszünk. Tény az, hogy nincs ma Európában olyan ország, amelyik a 2,1-es arányszámot eléri. Egész Európa fogy, még azok is, amelyek korábban elkezdték valamiféle külső betelepítéssel megoldani a népesedési problémáikat. Magyarország nagyon határozottan többszöri és erőteljes lakossági, ahogy tetszik, társadalmi felhatalmazással arra a döntésre jutott, hogy belső erőforrásból kívánja megoldani azt a kihívást, ami előtt áll.
de ne legyenek abban a tekintetben illúzióink, hogy ezek a folyamatok, ezek a következő években, évtizedekben zajlani fognak. A globális felmelegedés, az ivóvízhiány olyan területekről, akik most sokkal erősebben népesednek, mint akár Európa, akár benne Magyarország, vagy éppensége Szlovákia, el fogja űzni az embereket másfelé, és nagyon fontos az, hogy éppenséggel egy hívó, egy vákummal rendelkező területet találnak, vagy éppen olyat, amelyikben sikerül helyreállítani a népesedés folyamatát, és egy élő, viruló és fejlődő, ahogy tetszik, társadalmilag is, gazdaságilag és főként családügyileg is prosperáló helyet találnak. Nyilván az kevésbé vonzó, mint az, ahol egyébként szabad területek vannak. Tehát a felelősségünk ilyen szempontból nagyon nagy, ezt nem szabad megkerülni, nem szeretnék ennél részletesebben ebbe a témába belemélyedni, de viszont a fenyegetettség ilyen szempontból úgy Magyarországon, mint Szlovákiában megvan. Nagyon fontos az, hogy ezek az országok, akiket a történelem összeköt, megtalálják az összekötő kapcsokat, és megtalálják azokat a lehetőségeket is, ahogy egymásnak tudnak a jó példákkal is segíteni. Természetesen a magyar kormány a továbbiakban is mindent el fog követni annak érdekében, hogy a határon túli magyarságnak a lehetősége és az életkilátásai a családalapítás, a család támogatások tekintetében is bővülhessenek a következő időszakban.